Pótlóbuszokkal segíti a közlekedést a MÁV holnaptól a győri vonal felújítása miatt. Emellett a vasúttársaság azt javasolja a Bécsbe tartóknak, hogy a késések elkerülése érdekében egy órával korábbi járattal induljanak. Az osztrák vasúttársaság hétfőtől vezet be korlátozásokat a Budapestről induló nemzetközi járatok esetében. Csak Bécsig engedik közlekedni a railjeteket a sorozatos késések miatt. Közben a közlekedő tömeg egyesület arra figyelmeztet, hogy uniós irányelvbe ütközik a győri szakasz hirtelen megkezdett felújítása. 12 perc késéssel várták a bécsi vonatot a keleti pályaudvaron, ebből aztán 30 lett. Az utasok azonban úgy tűnik, már hozzászoktak a hosszabb menetidőkhöz, főleg a nemzetközi járatok esetében. Ugye én nemzetközikkel járok föl Győrből, úgyhogy a nemzetközik mindig késnek. Most fél órás késéssel értünk be. Építik a pályát. Úgyhogy ezt előre lehetett tudni. A Budapest-Győr-Hegyeshalom vasútvonal Biatorbágy és Szárliget közötti mintegy 29 kilométeres szakaszát a tervek szerint 3 hónap alatt újítják fel. A munkálatok néhány nappal azután indultak, hogy Lázár János kemény hangú üzenetet küldött a MÁV vezetésének. Ugye a MÁV vezetői ne okoskodjanak és ne mellé beszéljenek, hanem csinálják azt, amire utasítottam őket, garantálják az emberek biztonságát, azonnal kezdjék meg a vasúti pálya újjáépítését. Hiába tett eleget a cég Lázár János kérésének, az osztrák vasúttársaság nem tolerálja tovább a késéseket és közölte, csak nem egy hónapra levágja a magyar vonatokat a nyugat-európai hálózatról. Így az eredetileg németországig tartó járatok hétfőtől csak Bécsig közlekednek majd. A MÁV számára nagy nehézséget okozott, hogy itt tulajdonképpen a Lázár János miniszter egy azonnali beavatkozást kért. Bucski Péter szerint a vasúttársaság dolgát az idő szűke mellett a forráshiány is nehezíti. A kormány 100 milliárd számra önti a pénzt. Hát elég megkérdőjelezhető megterülési autópályák építésében, miközben nem csak a vasút, hanem a mellékút hálózat is európai szinten az egyik legrosszabb állapotban van. Tehát itt a hozzáértés hiánya, a koncepció hiánya és a kapkodás, azok így mind összeadódnak. Közben a közlekedő tömegegyesület egy másik problémára világít rá. Szerintük az egyik napról a másikra megkezdett pályafelújítás uniós irányelvbe ütközik. A 7 napnál hosszabb, a forgalom több mint 30%-át érint pályakarbantartásokat be kell jelenteni legalább 2 évvel előre. Egyeztetni kell a közlekedési rendről a pályahasználóival is, tehát a különböző teherfuvarozó vasúttársaságokkal és a személyszállítást végző cégekkel is. Ez nem történt meg. Az ügyben kerestük Lázár János tárcáját és a MÁV-ot is, de nem akartak nyilatkozni. A vasúttársaság szerint ugyanakkor az osztrákokon múlik, hogy az ideiglenes forgalmi rend Bécsben ne okozzon kellemetlenséget az érintett utasoknak. A késések pedig szerintük orvosolhatók azzal is, ha a Bécsbe tartó utasok egy órával előbb indulnak. Ez jelenleg azért is problémás, mert ahogy a HVG is megírta, akadozik a jegyvásárlás az Ausztriába tartó railjetekre. A MÁV emellett azt is hozzátette, hogy hétfőtől pótlóbuszokat állít forgalomba Bicske és Budaörs között.